A következőkben egy kicsit misztikusabb közösségek felé evezünk. EAPO hacker arról fog számunkra beszélni, hogy a magyarországi hackerek hogyan teremtették meg a független alkotáshoz a kreatív teret maguknak, illetve az is kiderül, hogy ki a hacker és hogyan válhat valaki azzá. Sziasztok! Az előttem szólók már mindent elmondtak a hackerekről, a közösségekről, én szerintem mehetek is. Jó, maradok. A hacker csupán egy kicsivel különbözik a kreatív embertől. Bruce Schneier fogalmazta meg a hackerek által is elfogadott definíciót, miszerint a hacker az, aki intellektuális kíváncsiságból, kreativitásból, vagy csupán élvezetből a rendszerek korlátait próbálja felderíteni, meghaladni. Az európai kultúrában ismert hackert szoktam példaként felhozni, Leonardo da Vincit. Tudjuk, hogy érdeklődési és tevékenységű köre szerte ágazó volt, és abban a korban, ahol az emberkísérleteket halálbüntetéssel sújtották, ő mégis boncolt, és megalapozta a mai modern orvostudományt. Talán öregkoromra én is valahogy így fogok kinézni. Magamat szabad gondolkodónak titulálom. Gyermekkoromban alig vártam, hogy szétszedhessem a karácsonyra kapott tűzoltóautót, és miután megértettem, hogy hogyan működik, évekig porosodott a sarokban, majd hatalmas távirányítós pókot építettem belőle. Középiskolásként egyre inkább szükségét éreztem egy közösségnek. Viszont a szüleimtől beköltöztem egy tömbház negyedbe, ahol aktívabb közösségi élet folyt, viszont itt sem találtam meg azt a közeget, ahol érdemben tudtam volna kommunikálni, vagy akár cselekedni. Innen visszatekintve már meg tudom fogalmazni, hogy mi volt az akadálya annak, hogy nem sikerült ezt a közösséget létrehozni. Főként a kulturális beidegződések, tehát ilyen például a hierarchia, a gazdasági szükséglet, tehát állandóan ott volt, hogy bárkivel, akivel megpróbáltam a közösséget létrehozni, vagy egy közösségbe becsatlakozni, előbb-utóbb a pénz, a pénzszükséglet, pénzhiánya valahogy szétrombolta ezt. És a másik fontos kihívás az a kommunikációs nehézségek, és a kommunikációs eszközök hiánya volt. 2009-ben az egyik Budapest New Technology Meetupon hallottam beszélni egy hackert a Hackerspace-ről. És nem sokkal ezután megismertem a Hackerspace Design Pattern-t. A Hackerspace az egy önfenntartó, független közösségi tér. A Design Pattern pedig egy útmutatás, hogy hogyan lehet létrehozni egy önfenntartó, független közösségi teret, és hogyan lehet ezt fenntartani hatékonyan. A Design Pattern egy első tanulsága számomra az volt, hogy ahhoz, hogy bármilyen közösséget elkezdjünk, ahhoz elegendő négy ember. Egy, akinek szárnyal a fantáziája, aki új dolgokat talál ki, egy, aki mindezt megcáfolja. Egy, aki elkezdi a cselekvést, és egy, aki befejezi. Ez a négy ember megvan, képes magával rántani a közösséghez szükséges kritikus tömeget. Februárban lesz két éve, hogy megtartottuk a budapesti Hackerspace a Független Magyar Tudás Központ nyitó buliát. Az első komoly, véresen komoly projektünk az a Burn Station. A Burn Station ez egy bevásárlókocsiba szerelt számítógép, amely fizikai térben képes biztosítani a legális fájlcserélést. A bevásárlókocsi ugye a fogyasztói társadalom jelképe. A számítógépre telepítettünk egy alkalmazást, amely képes csatlakozni a Jamendohoz. A Jamendo az egyik legnagyobb Creative Commons-os zenegyűjtemény. Mondhatni egy legális zenecserélő alkalmazást hoztunk létre. Négy nappal a Burn Station ötlete után megírtuk vele az első CD-t.
Ezután belekerült az USB-s támogatás, internet csatlakozás lehetősége, különböző Wi-Fi, Bluetooth, stb. Átesett egy ráncfelvarráson, és elvégeztük az utolsó simításokat. A Hackerspace aktív tagja mind részt vett a projektben. Olyan is volt, aki csak annyival, hogy csak tartotta a duct tape-et, a ragasztószalagot, hogy én szépen felragaszthassam, viszont olyan is, aki ott volt 12 órán keresztül velem, és írta a kódot, még én ragaszgattam és dekoráltam. A hatodik napon bemutattuk a Burn Stationünket a Közép-Európai Egyetem által szervezett Creative Commons konferencián. Itt Kardos H. János autonóm dalszerző felmásolta rá az aktuális kaukázus dalokat, és a hetedik napon jól megérdemelten pihentünk. Ekkor realizálódott bennem, hogy megvalósítottuk azt, amire mindig is vágytam. Hogy egy olyan fizikai teret hoztunk létre, ahol közösségi erővel szellemi és fizikai infrastruktúrát biztosítottunk, és mozgatunk meg nap mint nap. És a tapasztalatainkat nyílt csatornán közzé tesszük, hogy erőforrásként szolgálhasson és inspiráljon másokat is. A Hackerspace mennyire nyitott közösség, és ha lehet csatlakozni hozzátok, akkor hol és hogyan lehet ezt megtenni? Igen, sokan azt hiszik, hogy a Hackerspace az ugye egy sötét szoba, görbehátú programozók ülnek és szervereket zúznak nap mint nap. Nem, valóban nem így van, teljesen nyitottak vagyunk, teljesen transzparensen működünk. Az összes projektünk egy wiki-szerű oldalon publikálva van, és igyekszünk betartani a havi rendszerességgel szervezett nyílt napokat is, ahol workshopokat tartunk, és bárkit bármikor szeretettel várunk. Nagyon sokan vannak, főként külföldről ide érkezők, látják, hogy van Budapesten Hackerspace, jönnek, meglátogatnak minket, teljesen spontán beesnek, előadások, workshopok szerveződnek, tehát teljesen képlékenyek vagyunk, úgymond. És Budapesten akkor hol keresünk titeket? Budapesten a Fogasházban találtunk egy nagyon jó helyet a működésünkhöz. Ugye a Hackerspace-nek a maga a space egy nagyon fontos erőforrása, ez pedig a Fogasház biztosítja számunkra jelenleg. Köszönjük, akkor Budapest, Fogasház. Köszönjük.